az egészséges élelmiszer napunkat folytatva itt a vidék jövője sátorban. Jelzem, hogy aki valamiért lecsúszott volna Baldó Zsuzsanna előadásáról, illetve Németh Zoltánéról, illetve a nap folytatásáról, a Kistelek TV YouTube csatornáján fogja tudni utólag megnézni. Úgyhogy mi igyekszünk tényleg közhírré tenni mindazt, ami itt elhangzik. És hát a tájgazdálkodás van föltéve a Molinón is, tehát szeretnénk azt, hogy minél ökológikusabb legyen a tájgazdálkodás, és azt hiszem, ezek mind összhangban vannak azzal, amik elhangzottak. És akkor most átadom a szót Mester Károlynak, akinek nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és a sok dolog ellenére itt van, és hallgassák sok szeretettel. Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye mindig nagy öröm a Bardósz professzor asszony után megszólalni. Ha lenne idő, elmesélném a megismerkedésünknek a történetét. Az egy nagyon szép történet, hogy amit ők ugye a férjével, a Néhai Pusztai Árpáddal együtt tapasztaltak, én teljesen ismeretlenül fölhívtam őket, és elmondtam, hogy mint állattenyésztő én mit tapasztalok, és gyakorlatilag ez annyira rímelt a kettő együtt, és hát ugye akkor én még nem voltam természetgyógyász, meg nem indultam el ezen az úton, akkor én még idézőjelbe téve csak állattenyésztő voltam. Jó. No, ugye a professzor asszony elmondta, hogy nem akarja elmondani az én témámat, ugye a férfi embert, ugye melyik a két legfontosabb dolog, ami érdekli, nem tudom, hogy tudják-e. Hát az egyik a foci. Nem. Úgy. Tehát tulajdonképpen, akkor én most elmondom, hogy hogyan védi meg magát a nő, mert onnantól lesz érdekes a történet. Tehát ugye, amikor megy a TV reklám, és ugye, akkor ugye, hát két hetenként kell egy kúpot betenni, meg szájon át is, meg egyéb, hát nem kell. Azért, mert az működött régen rendesen, hát ugye, annak idején azoknál a hölgyeknél, akik még nagy volt a forgalom, ugye azok bárcásak voltak, ugye a fiatalok nem tudják, mi a bárca, az gyakorlatilag elment minden hónapba a doktor úrhoz, és bepecsételte, hogy az ékszer rendben van. Na most, hogyan védi meg magát? A hüvely nyálkahártya, ez nagyon speciális nyálkahártya, cukrot termel. Hát ugye valószínűleg, ilyen lazán el lehet mondani, ezért édes szerelmem. És ugye ez a cukor, ez ott elszaporodik egy nagyon speciális tejsav baktérium család, ez az úgynevezett Dödellány tejsav baktérium. Mit termel ez a tejsav baktérium a hölgynek? Tejsavat, ami beállítja a hüvelynek a pH-ját 4 alá, ott már nem nagyon szaporodik rossz baktérium, mert körülbelül én a kocalányokról tudom, olyan 16-17 féle baktérium él az urogenitális rendszerben. Ezek termelnek hidrogénperoxidot, az fertőtlenítő anyag, és termel egy úgynevezett bakteriocin anyagot. Tehát minden baktérium termel exotoxin, tehát él a baktérium, és a külvilág felé kibocsájt egy anyagot, klasszikusan az antibiotikum is egy ilyen exotoxin, hogy azon a táptalajon más konkurens, lehetőleg rossz baktérium ne tudjon szaporodni. És így megvédi magát a nő. Na most következő a helyzet. Ha mégsem jön össze a téma, akkor mi a probléma? Nem jó a nyálkahártya keringése. Meg egyéb problémák, tehát én ezt természetgyógyászként úgymond gyakorlom. Na most, hogy jön ide a glifozát? Van egy olyan betegség, ami a hölgyeket érinti, ez a toxikus sokk. Ez azt jelenti, hogy a hüvelybe túlszaporodik a streptokokusz, stafilokokusz és a klosztridium. És ugye azok toxinokat termelnek. A hüvelykeringés az alsó vénából történik meg, tehát oda van a fölszívódás. És ezek a toxinok fölszívódnak, és ha az túl tud szaporodni, és majd elmondom, hogy miért tud túl szaporodni, akkor gyakorlatilag horribilis mennyiségű toxint termelnek, az bekerül a keringésbe, és a periférián olyan szepszist csinál, keringés romlása révén, hogy gyakorlatilag életmentő műtétbe le kell vágni a nőknek a lábát. Tehát angolul rá lehet keresni toxikus sokk, és gyakorlatilag top modelleknek vágják le a lábát Amerikába, mert hüvely tampont használnak, ugyanis
a glifozát, nincs itt az úr, kontakt hatásba olyan nyálkahártya sérülést okoz, hogy gyakorlatilag nem tudja magát megvédeni a nő. Tehát ugye 17 éves kislány, édesanyja elmondja, mi az előélete a kislánynak, toxikus sok, tampont vegye ki, ennyire egyszerű dolog, és rendbe fog jönni. Ezt sajnos a nőgyógyászok nem nagyon tudják. A másik nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sok fiatal nőnek van streptokokusz ellenanyag a vérében. Azért, mert a hüvelyben ott van a streptokokusz a tampon miatt. Na most a következő másik kérdés, ugye a Kesztyűs Róland orvosi kórélettan könyv 1975, neked mond valamit, Zsuzsa? Ugye ő a Debreceni Orvostudományi Egyetemnek volt a kórélettan professzor, a Szobra is van az egyetemen egyébként. Ugye még a Csilláron is lógtak, olyan előadásai vannak. És gyakorlatilag abba az a szó, hogy reflux egy kórélettan könyvben nincs benne. Tehát most az emberek 10%-át érinti a reflux. És akkor protonpumpagátló, ugye hisztamin receptor, problémát kezelő, és ugye savlekötő. Tehát nem az a baj a refluxnál, hogy sok a sav. Sőt, kevés van. A baj az, hogy följön. Na most miért jön föl? Jó lenne vetíteni, nem hoztam vetítő anyagot, mert akkor nem érünk a végére ennek a táplálkozás epidemiológiának, és többet szeretnék adni, de benne van mindig az emberben a kényszer. Na most Judy Carman, ez egy ausztrál kutatóhölgy, etetett, ahogy a professzor asszony is mutatta a kísérleteket, 250 darab sejtés génmódosított szójával, tehát glifozátrezisztens génmódosított szójával, és 250 sejtés pedig anélkül. És akkor megnézte a gyomornyálkahártyát. Az vörös, bíbor vörös, gyulladt, sérült, atrófiás, tehát ilyen sorvadt gyomornyálkahártya. Ami nem evett GMO-t, tehát kontakthatásban, aki, bocsánat, így szoktam mondani, glifozátos csirkét eszik, annak sérül a gyomornyálkahártyája. És akkor jön a helikobakter. Nagyon jó. Kértjük mi neked antibiotikummal. Mi a baj? Ugye kicsit lazább az előadás, ugye a Jóisten azt tudta, hogy a parasztgyerek, ha kimegy az udvarra, és még oktondi, mert 3 éves, és ha megtalálja a kotlónak a tyúkszarát, hát az úgy néz ki, mint a minyon. Rögtön megkóstolja, és akkor azt mondta a Jóisten, gyomor pH 2,5 alá. Mert az egy határ, egy barrier. Megöl mindent. A szalmonellát is a tyúkszarban. Na most következő dolog. Sérül a gyomornyálkahártya, nem jó a savtermelés. Mi az első baktérium, ami rögtön jól érzi magát? Ez a helikobakter. Tehát tedd rendbe a gyomornyálkahártyát, ez a lényeg. És ugyanolyan kontakt hatásban ugyanolyan gyomornyálkahártya sérülés van, mint ahogy hüvelynyálkahártya sérülés van. Tehát ezek a dolgok így függnek össze, aztán ugye a refluxot, ha a korfolyamatot végigmondom, nem jó a pH beállítása a támcsatornába, saját enzimjeink meghatározott pH-n dolgoznak, nem tökéletes az emésztés, nyilvánvalóan nem tökéletes a felszívódás, az elmegy a vastagbélbe, és ott, tehát a Jóisten az a teremtés, az csodálatos. De lehet mondani az ateistáknak a biológiai törvényt. Tehát aki vitatja a gravitációt, szoktam mondani, menjen fel a katolikus templom tornyába, azt ugorjon le. Hát most én nem fogok neki bebizonyítani a gravitációt. Na most ugye itt is az a lényeg, hogy a saját enzimjeik nem dolgoznak megfelelő hatékonysággal, emésztetlen táplálék kerül a vastagbélbe, azon csak rossz baktériumok szaporodnak. És akkor innentől kezdve az ileocecalis billentyű, vauhin billentyű, visszacsapó szelep a vastagbél vékonybél határán, a toxinok, mint neurotoxinok, az akaratunktól függetlenül működő autonóm idegrendszer sérül, és kinyílik. Feljönnek a baktériumok, elkezdenek gázt termelni, és még azt mondja nekem a beteg, hogy puffadok, hát még most. És akkor 2 hónap múlva meg reflux is lesz, mert még a gyomorzáró kapu nem romlott el. Ha az is elromlik és kinyílik, és ez a gáz fölmegy a gyomorba, és megemeli a gyomortartalmat, ugye főleg a gázokat,
és gyakorlatilag a nyelőcső záróizom is, hogyha nem záródik be, így alakul ki a reflux. Na most én még olyan beteggel nem beszéltem, akinek általában azt szokták elmondani, hogy a savlekötő és a protonpumpa gátló az még rosszabb állapotba hozza őket. De hát a protokoll, a gyógyítási protokoll mégiscsak ez. Na most a gyomornyálkahártya azért 3-4 hét alatt rendben jön, az mindig újra termelődik. És ugye azt szoktam mondani, hogy kalapáccsal ráütök az ujjamra, megfeketedik. És egy idő után kinő. Ha minden nap ráütök, nem fog kinőni. Tehát tulajdonképpen ez a glifozát, ez a betegségek, és ezek a, ugye a táplálkozás epidemiológia, az a tudomány, hogy a betegségeket hozd össze a táplálkozás megváltozásával. Tehát ugye ez lett volna itt egy kis bevezető ezzel kapcsolatosan, és ugye hát gyakorlatilag ezek nagyon érdekes történetek, mert ugye én agrármérnök vagyok, állattenyésztőként dolgoztam, csak hát én mindig a vízilovakkal voltam, tehát ugye mindig az állatokkal voltam, nem pedig a profittal, és ugye gyakorlatilag, de 90-ben a holland megkérdezte tőlem, miért tartjuk mi a sertést. Hát mondtam, hogy a húsáért, meg a bőréért. Azt a Hollandiában nem azért tartják. Hát mondom, miért? A profitért. Na most ugye az a legszebb dolog, amikor természetgyógyászként jön hozzám egy nagyon nagy gazda, aki jól él a profitból, csak beteg maga. És akkor ő szeretne meggyógyulni. Hát amit te csinálsz, azt ne edd meg, ennyire egyszerű a dolog. Na, tehát akkor kezdjünk el elő a táplálkozás epidemiológiáról beszélni. Ugye én könnyű helyzetben vagyok, mert ugye a sertésnek a generációs intervallum az 14 hónap. Az embereké meg 30 év. Tehát a doktor úrnak 800-900 évig kell élni, hogy annyit lásson, mint én. És ráadásul ugye egy falu, egy nóta. Egy sertéstelepen ugyanazt a takarmányt eszik a malacok. Elmegyek egy másik sertéstelepre, ott meg más etetnek, és akkor összevezetem a dolgot, és egy adott telepen belül ugye lehet korosztályokat, meg csapatokat kinevezni. És ugye, hogy most a kanoknak a fertilitásával komoly problémák vannak. Cseréljünk? Ezt már lefárasztottam? Nem. Tehát a kanokkal fertilitásával nagyon sok probléma van. És akkor a Kesztyűs Lórán orvosi kórélaton könyve, 1975-ös kiadású mondom, és akkor a szabad aminósavaknak a kórélettani leírása az 80 oldal. Én amikor azt megtaláltam, hát mondom, ezek a takarmányosok, meg ezek az állatorvosok, ezek miről beszélnek? Hát itt van a törvény, a biológiai törvény, hogy a lizin-arginin antagonizmus miatt, ha arginin hiány van, akkor ugye a spermium az a kis autó, a prostata váladék az az autópálya, és sérül az autópálya, sérül a kis autó is, és akkor a spermium nem fog oda eljutni. És ugye kanoknál természetesen mi vizsgáljuk a spermának a túlélését, meg az anomáliákat, tehát ilyen morfológiai anomáliákat, és akkor ugyanazok vannak, mint az embernél. És akkor véletlenül, ugye én csináltam egy állatgyógyászat gyógyhatású készítményt, és akkor fölhívják a laborból a sertéstelepet, hogy mit csináltatok a 70 kannal. Mert miért? Mi a baj? Hát baj nincsen, mindegyiknek jó spermája. És akkor elkezdenek nyomozni. Na, mi történt vajon, hogy most akkor... Nagyon egyszerű, az állatgyógyász egy gyógyhatású készítményt elkezdtek itatni a kocákkal, csak egy vízrendszeren voltak a kanokkal, és az arginin hiányt ugye helyreállítottuk, és gyakorlatilag ugye a spermiumnak a nyakába van az energia. Ott nagyon sok mitokondriális energiatermelés van. És aki bólogat, akkor lehet, hogy tudja ezt, lényeg a lényeg. És ugye a mitokondriális működés is ugye arginin függő. És akkor, amikor a kocák kettes típusú cukorbetegek lesznek, igen, azok lesznek, tehát inzulin rezisztenciájuk van, és ugye gyakorlatilag policisztás lesz a petefészkük, a kocalányoknak, akkor én elmagyarázom, hogy ezt rendben lehet hozni, és az édesanyának elmondom, és 3 hónap után azt mondja, hogy oké, rendben van, megy a ciklus a kislánynak. Na, de leginkább most ugye mindenkit érintő
Én a bélbetegségekről szeretnék egy kicsit beszélni. Tehát itt nagyon-nagyon-nagyon sok bélbeteg ember van. Na most ezt nagyon könnyű diagnosztizálni, mert a Béki tanár urat, a természetgyógyászt megidézve, aki az én tanárom is volt, vagy többeknek is, ugye mit mondott Laci bácsi, hogy milyen a jó széklet. Az eleje kúpos, a vége kúpos, a konzisztenciája egyforma, egy suttyantásra kijön, így mutatta Laci bátyám, ez egy suttyantás. És amikor az ember megnézi, hogy ó, de ügyes voltam, ennyi idő alatt ezt így, igen, ennyi idő alatt ilyen ügyes voltál, ez a suttyantás. Ugye nem hagy nyomot a WC csészén, és a papírt is alig kell használni, és gyakorlatilag az illat az olyan, mint a friss tavaszi szántásé. Mert azok a butirát termelő baktériumok lennének. Na most ugye azt elmondtam, hogy ugye régen nem volt Tesco, és ezért nem éltünk táplálékbőségbe. Tehát most valaki föl szeretne venni mondjuk 500 g fruktózt, az bemegy a Tesco-ba, aztán telepakolja a kosarat, nem is olyan sok dolgot kell beletenni, és akkor megvan az 500 g fruktóz. Hát mondjuk 50 évvel ezelőtt, vagy 70 évvel ezelőtt, hát ahhoz meg kellett tenni legalább, mit tudom én, 30, 40 vagy 50 kiló almát. Hát annyit nem tud megenni. Na most ezek a hatások érnek bennünket, és gyakorlatilag, mivel nem értünk táplálékbőségbe, ezért ugye a Jóisten úgy teremtett bennünket, hogy amit enzimes emésztése meg lehet emészteni, azt emészszük meg, és annak föl kell szívódni. Fontos, föl kell szívódni. Már nem szívódik föl, a vastagbélbe baj csinál. Na már ezzel is vannak problémák, hogy a vékony bél hogy működik, mert én már laktózérzékeny vagyok, én meg gluténérzékeny vagyok. És akkor meg szoktam kérdezni, ez a csecsemő, az meg tudja emészteni a laktózt? Tessék? Igen. Na most, aranyos, valóban az anyatejben van, de a emlő bimbón keresztül, a tejjel együtt az anya még tesz mellé valamit, a laktóz mellé, tejsav baktériumot, és gyakorlatilag a tejben a cukor nem enzimes emésztés céljára van benne, hanem fermentáció céllal. Mivel a csecsemőnek nincsen még sósavas pepszin termelése, valaminek le kell, hogy savanyítsa a bélcsatornát, és ez a cukor, ami egy galaktóz és egy glükóz, ez a diszaharid, fermentálódik, és tejsav lesz belőle, és ez a tejsav fog energiaforrásként hasznosulni. A csecsemőnek a vércukor szintje 2-es. És tulajdonképpen a csecsemőnek van egy ketogén táplálkozása, mert a szénhidráthoz nem jut. És mégis az a csodálatos fejlődés, az bekövetkezik. Tehát a teremtésnek vannak ilyen érdekes dolgai, hogy azért, mert mi a diszaharidot bontó enzimet, ami az enterocita, a vékonybél hámsejt kefe szegélyén van, mi azt elkereszteltük laktáz enzimnek, az nem laktáz enzim. Na most mi a baj a laktózérzékeny embernek? Megszoktam kérni, hol termelődik a laktáz enzim? Hát a májban. Nem. Az egészséges bélhámsejt, ami egy külön kis élőlény, annak a kefe szegélyén, mint a fűfej, ismerik a kopasz kisfiú, locsoljuk a fejét, és kinő a fűszál. Na ezek a fűszálak, ezek az enzimek. Tehát nem egészségesen fejlődik ki a bélhámsejt, és nem tudja ő megcsinálni, mert ő csinálja meg ezt az enzimet. És ugye, amikor én azt szoktam mondani, hogy laktózérzékeny embernek gyártunk laktózmentes tejet. Hát ez gazemberség. Még 900 forintért vettem már, nem magamnak, csak úgy szórakozásból, laktózmentes tejet. Ugyanis nem egészségesek a bélhámsejt, ha nem egészség a bélhámsejt, akkor a bélhámsejtek nem tudnak összekapaszkodni. Ugye ott van egy tight junction, egy ilyen csomópont, ami sima izomkis szálak, azok húzzák össze. És tulajdonképpen ezek sérülnek, csak akkor a tejben lévő laktoglobulin, mint savófehérje, és az immunglobulinnak antigén hatása van. Ez az egyes típusú cukorbetegségnek az oka.
ez a fitness reggeli, teljesített gabona, tehát nedves gőzzel föltárt gabona, cukrozott tejbe beletéve egyenes út a egyes típusú autoimmun cukorbetegséghez, azért mert a mimikri az a beta-laktoglobulin, mert olyan nincs az anyatejben, csak a tehintejben van, mint savófehérje. Az átmegy a szivárgó bélen, ellene termel ellenanyagot a szervezet, és gyakorlatilag elpusztítja a glikodelin nevezetű immunfehérjéket. Azért mondom el ilyen részletesen, és mi ez az immunfehérje közreműködik abban, hogy a saját immunrendszerünk meg tudja támadni a béta sejteket a Langerhans-féle szigetekbe, de ez a glikodelin nevezetű immunfehérje védi a méhnyálkahártyát, és a fiúknak a prostatáját is. Na, most ez a kitérő volt a laktóz miatt. Tehát, ha megyünk a bélbetegség felé, tehát nem jó, ha emésztetlen bél kerül a vastagbélbe, mert azon csak a rossz baktériumok tudnak szaporodni. Minek kéne bejutni a vastagbélbe? Hát ugye nem volt Tesco, nem éltünk táplálékbőségben, amit tudtunk, megemésztettük, amire meg nem volt enzimünk, és még tudtuk használni. Ez a fiatal, leveles zöldségben lévő pektin és hemicellulóz. Azon tudnak elszaporodni a jó bélbaktériumok, ezek a rövid célláncú zsírsavakat termelő baktériumokat, és aztán most a női szépségről fogunk még beszélni egy kicsit, hogy akkor a bélbaktérium az hogy jön össze sok mindenféle ilyen esztétikai dolgokkal, majd azt is remélem oda is eljutok. Tehát visszatérve ide, a rövid célláncú zsírsavakat termelő baktériumok, és leginkább a butirát, a vajsav termelő baktérium. Na most a vastagbél hámsejtnek az élettartama az 8 nap, a vékonybél hámsejteké 15. A széklet 10-15% az elhalt bélhámsejt, és gyakorlatilag naponta 25 millió bélhámsejt képződik. Hát mikor 25 millió valamit megcsinálunk, mi mondjuk gyertyát, akkor néha bele tudunk hibázni azért, igaz? Mert az nagyon sok gyertyából az 1-2 hiba lehet. Hát így van a vastagbél sejtből is 1-2 hiba is ez a daganatos betegségnek az elindulási folyamata. Tehát, ha van butirát, az táplálja a vastagbél hámsejtet. Ugyanis a vastagbél hámsejtek kizárólagos tápláléka az a butirát, a vajsav. Tehát aki pizzát eszik pizzával, az bélbeteg lesz. Ha nem eszel levelet, zöldséget, nem lesz olyan szép a székleted, amit én elmondtam. És a harmadik dolog, hogy akkor a vastagbél hámsejtek nem szabályosan szaporodnak. És a butirát az úgy tud belépni, a vastagbél hámsejt ugye trikarbonsav ciklusába, tehát a Szentgyörgyi Krebs-féle ciklusba, ez a hatékony energia termelésének a ciklusa, mert ott ugye 36 ATP képződik, szemben a glikolízissel, ahol csak 2. Na mindegy, lényeg, oda oxigén kell. És honnan vonja el a bélhámsejt az oxigént? A vastagbélből. És kinek kell az oxigén a vastagbélből? A rossz baktériumoknak. Tehát, ha elszaporodik a vastagbélben a butirát termelő baktérium, ő is termel bakteriocin anyagot. Tehát olyan anyagot, amivel a rossz baktériumnak a szaporodását gátolja. Tehát egy bélbarát antibiotikum képződik a vastagbélbe, ha eszel sok levelez zöldséget. Ha nem eszel, nem lesz. Tehát tulajdonképpen ugye itt vagyunk mi szinkronban nagyon, hogy tehát gyakorlatilag én nem vagyok híva a ketogén táplálkozásnak, ketogén táplálkozás mellé nagyon oda kell tenni a fiatal levelez zöldséget. Na most ugye a ló az mikor almásodik ki? Tavasszal. Ugye nem tudják mi a kiálmásodás, ugye nagyon fényes lesz a szőre, a pásztor azt mondja, fényes a szőre, nézd meg milyen egészséges, és ilyen alma nagyságú szép rajzolatok vannak rajta. Ilyen lesz a nőknek a haja, hogyha jól táplálkoznak, a vastagbélben rend van. Na most következő a helyzet, és ugye ezek ott rövid, elágazó szélláncú zsírsavak, tehát azért kell oda. És ugye érdekes módon, ugye nekem van egy több mint 12 éve hozom be Kárpátaljáról, én tartok, hát hogy mondjam, életbe egy almali üzemet, mert minden alma törköt megveszek tőlük, ez olyan 20-25 kamion,
és ugye azt takarmányozásra használom, és ugye azok nem lesznek bélbetegek, azok az állatok. A koca, ha megellik, akkor jó lesz a mikrobiomja a kismalacnak, nem lesz hasmenése, mert már ott kezdődik a baj, hogy az édesanyja se jól táplálkozik. És ugye, ha a teremtés logikáját nézzük, hogy lemegy kettő is felesre a pH-t, a szalmonellát megöli, igaz? És akkor a probiotikumot nem öli meg? Ja, hogy azon kicsit gondolkozunk már, és mikor nincsen olyan alacsony pH, amikor pici a gyerek. És tulajdonképpen édes anyától kapja meg. Csak hát mikor a helikobakter fertőzés van, és adunk neki antibiotikumot, vagy egy egyszerű fogászati beavatkozás van, és abban a pillanatban nyomnak egy széles spektrumú antibiotikumot, akkor megölnek mindent. Itt ez a baj. Na, tehát a bélegészséghez vissza, szép, egészséges bélhámsejt csak attól tud kifejlődni, ha fiatal levelet zöldséget fogyasztasz, vagy nem almát, mert abban fruktóz van, az almán baj van, mert a fruktóz nem tud felszívódni, az egy monoszaharid, és ugye ahhoz egy gluténtranszporter kétféle molekula kell, ami hordozó molekula, és hogyha nem egészséges a bélhámsejt, ez a fruktózérzékenység, akkor ezeket a hordozó molekulákat a szervezet nem tudja megtermelni. És ugye gyakorlatilag akkor a fruktóz az biztos, hogy hát én nem mondjam már, hogy gyümölcsöt nem ehetek. Hát én úgy szeretem a gyümölcsöt, én is egyébként, de azért, mert várja a rossz bélbaktérium, és szól neked, hogy egyél már valami cukrot kicsi szívem, mert hát itt éjjel halunk. Na, tehát gyakorlatilag fiatal levele zöldség és butirát vajsav. Enélkül nincsen bélegészség, és akkor olyan lesz a széklet, mint a béki tanár úr mondta, és akkor nem lesz. Mert ugye mitől van szorulás? És ugye itt hát ugye a Bardosz doktornőnek az előadáshoz kapcsolódva, ugye ez a glifozát, ami mindenben benne van már, a társadalomban nem tudom megoldást, az egyénre igen, azt el tudom mondani. Mi gyakorlatilag jártunk takarmányt, ugye GMO-mentest, meg szabadaminós-mentes takarmányt, és ugye ha én elmesélem a mangalicáknak a történetét, hogy már mangalicák nem szaporodnak, mert a kanoknak nem jó a spermája, a méh keringése nem jó, ha még vemhesül is, akkor is ugye elkezdenek növekedni a malacok, de a lizin-arginin antagonizmus miatt gyakorlatilag a méhben nem épülnek ki kellő számmal a vérerek, ezért születnek úgynevezett intrauterine growth retardation, tehát méhen belül korlátozott növekedési magzatok, és ezek egyszerűen felszívódnak, és amikor a tudomány által tanított, egyébként én azt mondom, adott esetben jó szándékú fiatal agrármérnökök, ugye, akinek megtanították, hogy a lizin és a treonin meg triptofán arány mennyi metionint kell beletenni, mert nekem is megtanították, csak aztán, amikor mondtam nekik, hogy gyerekek, hát mindent úgy csináltok, mint a tudomány jelenlegi állása szerint, aztán 90 kocától választottatok 56 malacot. Hát ezt azért a paraszt úgy mondta, hogy ezt azért nem tűzöd a kalapod mellé, öcsém. És eltelt 3 ciklus, és akkor most már választanak a 90 kocától 620 malacot. Ja, miért? Azért, mert kimaradt a génmódosított szója. Azért, mert kimaradt a lizin a szabad aminósavként, és azért, mert még a kanok is ezt teszik, és akkor a kis autó az nagyon gyorsan tud menni az autópályán, ugye engem is többször lefényképeztek már, azért, mert rendben van. Egyébként idefelé is 2 trafipax volt. Komolyan mondom, mintha itt valami mintha összeesküvés elmélet van, hogy akik ide jönnek, büntessük már meg, hogy jövőre ne jöjjön. Na, tehát akkor a bélegészséghez a butirát. Na most miért következik a vastagbél probléma után mindig máj probléma? Azért, mert a máj sejt erőművének és a májnak óriási az energiaigénye. A máj sejt erőművének, tehát a máj sejt mitokondrium kizárólagos tápláléka a butirát. És minden bélbeteg ember az mentálisan nincs rendben. Azért nincs rendben, mert ha bél, tehát a vérbe ott kell lenni a butirátnak, és gyakorlatilag a vérér agyvizsgálaton be kell menni az agyvízbe, és a bolygó idegen keresztül nyugtatja a szervezetet, hogy mit stresszelsz. Vastagbélben rend van,
mert az immunrendszerünk 80%-a vastagbélben van. Tehát 2,5 kiló baktérium él mindegyik, mindenkivel. Ha nem jó baktérium él, az a illetőnek a problémája. Nekem van most egy 4 óra 16 perces előadásom fönt a YouTube-on, az a címe, hogy az épp lélektől az álmokfutó tömeggyilkosságig. Szeretem ezeket a nagy számokat. Mikor ugye valaki egy ilyen, nem szeretem az ilyen trendi palikat, akik fényezik magukat, és akkor, mert most én nem is tudom, Milánóban voltam konferencián, és akkor Milánóban mit mondtak valaki? Na figyelj csak ide, 600 millió malac születik egy fél év alatt. 600 millió malac megnő. Mind a 600 milliónak csontritkulása van. Na erről beszéljük, ne arról, hogy 6 kisegérrel ki mit csinált. Na, visszatérve ide, tehát ugye a vér-éragyvizsgáthoz, hogy a butirátnak be kell menni, és ha nem megy be, akkor a bélbaktériumok, amik rosszak, azok hogyan csinálnak mentális problémát. Tehát Amerikában ez a mass shootings, ez a tömeggyilkosság, oda 4 ember kell, hogy megöljön, és akkor kerül be ebbe a kategóriába. 1900 és 1990 között, 90 év alatt évente 1-2 volt. 95-ben engedélyezte, 96-ban a génmódosított szóját, és ugye akkor engedélyezték a lizint szabad aminósavként is, mind a kettő belejátszik, csak nem lesz idő elmondani. Akkor évente 5 volt. 2010-ben évente 20 volt. És akkor onnantól kezdve kezdett el nőni, mert 2014-ben emelték föl a glifozátot. 0,1 mg per kilogram volt a határérték a Food and Drug Administration engedélyébe. Csak nem is 99-ben már fölemelték 20-ra. Ugye Amerikában már 40. Nekem vannak olyan vizsgálati adataim, hogy argentin szójában több mint 100 mg-ban. No, tehát gyakorlatilag ezek ugye megölik a jó bélbaktériumot, ennyire egyszerű a dolog, és hát nem én mondom ezt, hanem Don Huber mondja, aki 0,1 mg per kilogramban ott van, akkor megöli. Tehát 2010-ben már évente több mint 273 ilyen tömeggyilkosság volt, és 2023-ban pedig 690. Az ADHD, az autizmus, ezek mind-mind idegrendszeri problémák. Az ADHD-ba következik az impulzív agresszió, az olyan agresszió. Ugye most az úr olyan csúnyán néz rám. Nem tetszik nekem az úr. Tehát most... De miért néz rám ilyen csúnyán? Tudom, hogy nem néz, csak azért mondom, vélt vagy valós sérelem váltja ki ezt az impulzív agressziót. De tudom, hogy nem néz rám, most nem magával van baj, bocsásson meg. Tehát vélt vagy valós sérelem ér, vagy mondhattam volna bármit. A hölgy meg akar tőlem valamit, biztos. Na, komolyra fordítva a szót, tehát ez a vélt vagy valós sérelem miatt válik agresszívvé. De nem, az a társai, a többi 90-95% gond nélkül, hát többször néztem önre, mosolyog, tehát nem... Tehát Isten őrizze, hogy meg akarom bánni. Amúgy is olyan szép a pólója. Na, de egyébként csak a hölgy tetszik nekem jobban, tehát ne aggódjon. Jó, mert az LMBTQ-nak is ez az oka, de akkor sikerült földobni a társaságot. Na most következő dolog, tehát gyakorlatilag, ha bélbaktérium rendben van, a mentális egészségünk is rendben van, azért, mert a legelső baktérium, amit megölünk, azt úgy hívják, hogy Bacillus subtilis. Ezt úgy szénabaktérium, ez mindenhol ott volt, talajba is, tehát tulajdonképpen talajból jönnek ezek a baktériumok nekünk. Hát mi egy ökoszisztémában élünk. Hát ugye miért jó menni állatot simogatni? Hát miért élt az én kántor kutyám, ami egy német juhász kutya volt 15 évig? Azért minden reggel bement Dalmának a boxába, az egy ló, és minden reggel megevett egy jó meleg lócitromot, és ezért élt olyan sokáig. Vagy miért van az, hogy a nyulaknál van ilyen koprofágia, ami azt jelenti, hogy saját bélsarát megeszi. Figyeld a teremtést. A
nyulaknak pont olyan az emésztése, mint a lovaknak. Tehát a vastag bélben van a fermentálódás. És ott nagyon sok jó baktérium van, termel egy csomó anyagot, ami neki nagyon kell, mert nincs benne a takarmányba. És akkor megeszi. Na, lényeg a lényeg, hogy a bélbaktériumok mindent eldöntenek. Enélkül nincs bélegészség, mert megöljük a jó bélbaktériumokat, megetetjük a rosszakat az emésztetlen szénhidráttal, meg főleg a fruktózzal, mert naponta 10-12 g fruktózt tud felszívódni. Mai gyerekek 250 g fruktózt vesznek be. Nincs megoldás. Tehát ezt a cukros üdítőt, ugye gyakorlatilag, aki ezt kitalálta, nem akarok beszélni a 12 cukorgyárról, mert répacukor az diszaharid. A szénhidrátok diszaharidként szívódnak föl, nem monoszaharidként. Ezt nem jól tudják. Infúzióba lehet tenni monoszaharidot, az energiát ad, de peros, tehát szájon keresztül nem. Na most következő dolog, megetetjük a rosszakat, és éheztetjük a jókat. Ennyi a probléma. Na most ez mennyi idő alatt változik meg? 3 hét alatt. Csak ugye kérek egy gumikalapácsot, és amikor valaki oda akar nyúlni olyasmit, nem szabad, akkor ráütök a kezére. Hogy ezt nem. Ugye szoktam mondani a fiatal nőknek, összeköltözünk 3 hétre, én rendbe teszem magát. Tehát, na most ne adj Isten, még gyereke is lesz, de hát nem együtt. Azért, mert a glifozátnak óriási a szerepe is, a lizin szabad aminosavként való használata, óriási a szerepe ugye a szaporodásba. Tehát ugye ez megint jelentősen. Tehát ugye mondtam a tegnapi előadásom is, hogy a génmódosítást kivezetnénk, a szabad aminosav használatot, ezt nem nagyon értik az emberek, az finom. Tehát a béki tanár azt mondta, hogy bemegyünk a benzinkútra, veszünk egy chipset, és akkor elkezdjük enni, méhesek vagyunk. És még a félig megeszi az ember, a fene egyen meg, hát 2 kellett volna venni, hát olyan éhes lettem ettől, hogy ihaj, mert finom. És akkor, mikor már keressük, hogy van-e még benne esetleg, fú, de jó lenne, még lenne, nem így van? Akkor a sarokból még a maradékot is kivesszük, és ugye a tanár úr azt mondta, a végén még az acskót is megesszük már. És ezt függővé tesszük az állatot, tehát az embert is. Hát ugye a mai fiatalok ketchup, hát mondom, és akkor nem. Tehát ő meg se tudja már enni a krumplit ketchup nélkül. És a benzinkúton mit kér bele? Majonéz, ketchup vagy mustár? Mit szokta? Mind a hármat. És az tele van lizinnel, meg tele van fruktózzal. Mert finom. Itt ez a baj, hogy finom. És ugye bennünket is manipulálnak. Hát ugye a franchise rendszerben működő ugye éttermekről nem beszélek, tehát az tragédia. És ugye amikor látom ezt, hogy mi magyar termékeket használunk, jaj, Istenem, mindjárt sírva fakadok. És amikor megveszed a, mit tudom, én is voltam, amikor gyerekeim kicsik voltak, csibefalatok, égett az embernek az ajka körbe. Mert, és hogyha én, mikor elkezdtem gyártani malasztápot, tehát itt a csecsemők hozzátáplálásról is jó lenne kicsit beszélni, mert ez egy külön történet, hogy már hogyan rontjuk el a csecsemőket, azért, mert én tudom, hogy a kismalacoknál hozzá táplálás korán leválasztva, mikor milyen bél problémákat okoz egyébként. Na, mindegy, lényeg a lényeg. Elkezdtem gyártani malactápot lizin szabad aminosav nélkül. Odaadtuk a malacnak, ették. Szép volt minden, nagyszerű. Odaadtuk egy olyan malacnak, aki már evett ipari takarmányt. Egyszerűen nem ették meg. Mondom, fölhívtak, hogy figyelj, ezt nem eszi. Hát ez nekem olyan jó, ízlik, meg tetszik, meg minden, de nem eszi. Mondom, várj egy kicsit, ami nem evett a másikból, annak kezdjed odaadni. Függők leszünk. Tehát erről én tudnék mesélni nagyon sokat, és ugye az a 0,4% csinálja ezt a nagy bajt, az aranyér probléma, a végbélesés, az összes máj probléma, meg a keringési probléma. Hát munkahipertrófiás szíved lesz. Na, visszatérve a bélegészséghez és a kenyérhez, mert ide is el akartam jutni. Tehát, ugye, hogy sokkolja az ember a tegnapi előadás után, egy öreg úr oda jött hozzám, és azt mondja, ezt komolyan gondolom, ezt a teljes kiörlését, hogy lassan ölő méreg. Igen. Tehát, ugye van ilyen, hogy in vitro, meg van olyan, hogy in vivo. In vitro az a kémcsőbe.
megvizsgáljuk, hogy mennyi aminósav van benne, milyen makro-mikroelem, milyen cukrok vannak benne, milyen zsírsavak benne van, és ez tökéletes. Ez nagyon szép ez a beltartalom. És akkor azt mondom, hogy te ezt szívesen elfogyasztanád, mondom egy okos biológusnak, vagy egy okos vegyésznek. Hát ez teljes értékű. Ez monodiétában, tehát nem kell más tenni az embernek, ez mindent fedez. Én mit mondok neki? Ezt ne edd meg azért, mert tudod, minek a beltartalmi eredménye ez? Ez a gyilkos galócáé. Csak abban a struktúrában, amiben benne van, abban méreg. Na most jelen pillanatban az élelmiszereket, a takarmányokat is mi a beltartalom alapján értékeljük. Tehát ugye a professzor asszony ugye munkájuk a lektinekről szólt, és ezek a lektinek, ezek gyakorlatilag, ezek nagyon durva problémát tudnak csinálni a szervezetbe, nem véletlenül, mert a búza szem az a búzának a gyereke. Minden anya védi a gyerekét. Tele rakja ilyen lektinekkel, lektinekkel is, ahhoz, hogy problémát csináljon annak az élőlénynek, aki meg akarja enni a gyerekét. És akkor nézzük meg a búzaszemet, a búza csíra agglutinin fehérje. Agglutináló, kicsapó, tehát a nevében benne van. Egyébként ezt a fehérjét használják a génmódosított szervezetek előállítására, paradicsom meg egyéb. Mi meg a teljes kiölésével megesszük. Na de régen nem ettük meg, régen nem darálót építettünk, hanem malmot. És nem is akárhogyan, mert ezek a műszaki fejlesztések, meg ezek a szabadalmak mind arról szóltak, hogy a csírát miért, minél jobban tud kiválasztani. Ugye a másik nagy probléma, ugye az a korpa. Na most ugye ez az élelmi rost. Ha valaki megnézni a korpának az élelmi rost tartalmát, és akkor valaki megnézi, 63%. Hát ennek legnagyobb az élelmiszer rost tartalma, vagy élelmi rost tartalma. Hát ez nagyon jó. Aki ezt kitalálta, az gazember volt. Mert azért, mert tulajdonképpen a lignint az beletette a rost kategóriába. Most mi a lignin? Lignin az, amikor hogy a búza elkezdi érlelni, vagy kinyomja a kalászt, és akkor ő már tudja, hogy az a kalász az nehéz lesz, ha a szemek kitelnek. Tehát meg kell erősíteni a szárát, az meg egy kis vékony. És akkor képződik meg a növényeknek a csontváza, ez a lignin. Az egy polifenil. A lignum szó az deszkát jelent, az fa. Tulajdonképpen a fa a fában, mint tartós építő anyagban, abban a legtöbb a lignin. Az tiszta lignin. És gyakorlatilag azért olyan tartós és azért jó építő anyagnak. Azért, mert csak a gombák tudnak hozzáférni, ha nedvesség van. Na most valamennyi lignin kell a bélbe, azért én nem vitatom annak a szerepét, mert valamennyi kell. Na de azt jelenti, hogy azon nem tudnak a rövid szénláncú zsírsav termelő baktériumok elszaporodni, mert nem tudnak rajta. És ráadásul a korpa alatt van az úgynevezett aleuron réteg. Tehát ha én ezt egy dietetikusnak vagy gastroenterológusnak elmondom, mi az aleuron réteg, nem tudja, mert nem tanult botanikát, meg nem tanulta meg a búza szemet. És ugye gyakorlatilag az pedig tele van fitáttal. Az egy durva növényi lektin, amiben be van zárva a kálcium meg a foszfor, és tulajdonképpen 6 ortofoszforsav molekula körbe, kálcium, magnézium, cinkréz, mangán, molibdén, tehát az összes makro-mikroelem benne van egy növényi lektinbe. Azt csak fermentációval lehet lebomlani, a főzéssel, sütéssel, meg melegítéssel nem. Na most a kovászos kenyérben az aspergillusok termelnek fitázenzimet, és a kovászos kenyérbe gyakorlatilag a fitátok lebomlanak, és a fitát az egy masszív bélgyulladást okozó anyag. A korpának nagyon magas a foszfor tartalma, mert tele van fitáttal. Nem tudja szétválasztani. Az se jó, ha kenyérbe van, a korpát eszel meg, akkor főleg nem jó. Ugye az Utrecht Egyetemen volt egy kísérlet, hogy korpát tartalmazó étrendet írtak föl bélbeteg embereknek, és ilyen vízben oldható fermentátor rostot tartalmazó
étrendet írtak elő, ezek olyan 70-70 ember volt, meg volt, aki placebo-t kapott. A korpás kísérletet le kellett állítani, mert úgy romlott az állapotuk. Na most ugye, amikor bélbeteg embernek, bélbeteg lónak korpát adnak gyerekek, és mind gyógyul meg a bélbeteg ló, mind fog kialmásodni, még januárban is kialmásodik. Olyan rövid ez az előadás, tudnék vetíteni olyan szépeket, hogy aki még itt el akar indulni 100 méteres síkfutásba, hogy tudok rajta segíteni egy kicsit, azért, mert a táplálkozás a sport teljesítményt befolyásolja, és ugye az ügetőn egy csikó, amit ugye én takarmányoztam, és ennek az alma törköly nagyon fontos tápláléka volt, hogy fut. Na, lényeg a lényeg, visszatérve ide a búza szemhez, ugye a másik a fitát, ugye a harmadik ez a glutén, ami allergén. Tehát az nem lektin, ugye ez egy fehérje, és a kovászban lévő gombák által termelt proteáz, piateáz enzim, az lebontja a glutént apró darabokra, ami kisebb lesz, mint az epitóp, ami gyulladást tud okozni. És gyakorlatilag a következő nagy probléma ez a FODMAP. Mély tiszteletem, szervezet. Ez a FODMAP, ez a fermentálható cukor. És ugye, amikor, ugye mindig volt régen kémia könyve, hát, hogy ellenőrző kérdések, és akkor, hogy megértette a gyerek az anyagot, hogy miért nem ellenőrző kérdés, miért nem penészedik meg a kovászos kenyér a földes kamrába, kisegér kétszer végigszalad rajta mindig, 10 napon keresztül a kovászos kenyér. És az adalékos kenyér, amiben van penészgátló, de nem is kevés, azért, hogy kinyírja az embereknek a pajzsmirigyét, mert az egy bifenil, és attól vannak a göbök, akkor miért nem lesz penészes a kovászos kenyér? Mert a kovászban ebből a fermentálható, tehát FODMAP, fermentálható diszaharid, monoszaharid és cukoralkohol, ebből csinálja meg a gomba, meg a baktérium, a széndioxidot és a szerves savat, ami tartósítja a kenyeret. Nincsen benne cukor. Keményítő, ez nem tud hozzáférni. Csak keményítő van. És miért nem szabad adni egyen hagymával a dietetikusoknak, hogy teljes kijelölésükkel a cukorbetegnek? Kevesebben a szénhidrát. Nem. A cukorbetegnek fermentált kenyér kell, kovászos kenyér kell, azért, mert abba elbomlik a cukor, és a cukor tud gyorsan fölszívódni. A keményítőt le kell bontani lassan, az lassan szívódik föl. Tehát cukorbeteg kontra kenyér nem teljes kiörlésű, van a kevesebb a szénhidrát tartalma, nem, kovászos kenyér, mert abban nincsen cukor. Na most, és akkor tulajdonképpen itt jön a következő dolog, hogy ugye a kovász. Hát ugye ez maga a csoda. Ugye azért, mert olyan, mint a szimfonikus zenekar, mindenkinek megvan a feladata, mindenkinek tudni kell, mikor kell belépni, ugye a cintányéros csak egyszer üthet, de jó nagyot, és akkor mindenki tudja a dolgát, a karmester meg a jóisten, és akkor elkezdi vezényelni ezt. Anyám még a kulcsukat is bedugta, hogy ne legyen húzat, azért, mert ugye ott 26-28 foknak kell lenni, és ugye gyakorlatilag azon a hőmérsékleten tudtak jól. És ugye miért kellett dagasztani? Hát azért kellett, hogy meddig kell dagasztani, nem tudom, tudják-e, meddig kell dagasztani a kenyeret, amíg nem csöpög a padlás. És ugye, hát azért, mert oda kell vezetni mindig az oxigént, a széndioxidot mindig el kell, tehát tulajdonképpen ez a felület aktívnak kell lenni, tehát nem azért szitálják meg a lisztet, hogy ne legyen benne egérkaki, nem, hát föllazítják, hogy oxigén ott legyen mindig körülötte. Tehát ezek olyan mikrobiológusok, meg biokémikusok voltak ezek a parasztok, hogy hát most tanítani kell neki, mert megkérdezem, nem tudják. Igaz? Na most következő dolog. És ugye, amikor elindul szépen a fermentáció, és beszéltem az exotoxinokról, ott van mindenki, ott vannak a rothasztó baktériumok, ők szeretnének szaporodni, és akkor támadjuk már be a kovászt, hát ez finom.
jönnek a jó B baktériumok, termelik ezt az exotoxint, és azt mondja, te menjél innen, te nem kell lesz ide. De ők egymást ismerik, aki a szimfonikus zenekarban van. És a következő lépés, hogy közben termelődik ez az úgynevezett exotoxin, és ugye sajnos ugye a baktériumok meg a gombák elpusztulnak a sütés során, de az exotoxin, tehát a bélbarát antibiotikum nem. Na most tessék választani. Kovászos kenyér, minden nap egy bélbarát antibiotikumot eszel meg, ami neked a rossz bélbaktériumot azt mondja, hogy ne gyere ide. És az adalékos kenyérbe meg határérték nélkül lehet belepakolni a szója lecitint. Ne reménykedjél, neked már nem jut, barátom, GMO-mentes szója lecitint. Majd végén bemutatkozunk egymásnak, mert semmi rossz szándékom nincsen. Tehát gyakorlatilag nem jut, és az, amit viszel be, a glifozátot viszed be. A másik dolog, kész szerves savat adnak hozzá, mert ugye be kell állítani a kenyérnek a pH-ját, és ugye a széndioxidot pedig meg kell termeltetni valakivel, hogy 30 perc alatt ez az útszéli szerelem, ez így szoktam mondani, hogy olyan a adalékos kenyér, mint a útszéli szerelem, az hamar megvan, de nincs semmi értelme. És ugye az élesztős kenyér, hát meg az a luxus kategória, de azért az se jó, mert nem jó. Tehát egyféleképpen lehet megenni a búzalisztet fermentálva. Na, tehát tulajdonképpen, és az a másik dolog, a penészgátló, ami egy bifenil, és tulajdonképpen a pajzsmirigyünk is egy bifenil. Közben lehet, hogy már még van idő. Bifenil. Tehát gyakorlatilag a pajzsmirigy problémának döntő részben azért a búza csíra agglutinin fehérje. Tehát ugye a pajzsmirigy hormont az nem a pajzsmirigy termeli meg. Ugye régen ugye nem is tudták, főleg a lányok nem tudták, hogy van pajzsmirigyük. Nem. A tiszteletes úr az fenyegette a lányokat egyfolytában, hogy szüzen kell férjhez menni, na de olyan volt a libidójuk a lányoknak, hogy hát nem mindig sikerült azért pedig, ezért aztán mentek is, aztán meg is gyónták a bűnüket. Azért, mert ha a pajzsmirigy rendben van, akkor a libidó is rendben van. És ugye a dopamin termelés rendben van, viszont ha nincs rendben a libidó, az azért nincs rendben, mert nincs rendben a pajzsmirigye, nem termel dopamint, és ugye akkor megemeli a prolaktint, ez egy hormon, ami nem engedi meg, hogy babája legyen. Na most, ha nagyon megijesztem a kislányt, akkor 5 hónap alatt lesz baba. Mert most már tudják, hogy a prolaktin magas, adnak rá gyógyszert. De nem gyógyszer, nem lehet beállítani. Tehát pajzsmirigyet kell rendbehozni, és a pajzsmirigy termel többféle anyagot, lektin típusú anyagokat termel a pajzsmirigy. A tireoglobulin és a tiroid peroxidáz enzim, mind a kettő lektin típusú. Tehát azt megtermeli a pajzsmirigy, és annak a felületén, a tireoglobulin felületén termelődik meg a pajzsmirigy hormon, a tiroid peroxidáz enzim segítségével. Na most, hogy honnan tudom én ezt? Ezt egy állattenyésztési könyvben, egy nagyon jó, általam nagyon szeretett állattenyésztési könyvben, ezek még régi jóvágású, nyikorgó cipői úri emberek voltak, akik leírták. Most már nem írják le, mert majd jössz majd egy-két hónap múlva, és akkor fölírom neked, és akkor utána. Igen, ám csak a dopamint azt nem tudja fölírni neki, vannak meg kéne termelni, és akkor innentől kezdve ugye, na, vannak problémák a libidóval, meg hát a babavárással is. Tehát gyakorlatilag ez megint tulajdonképpen a teremtésnek a lényege, hogy tehát hogyan gondolkodik, tehát itt kompetíció, verseny van. Mindenki versenyez mindenkivel. És akkor azt mondja a búza, hogy én termelek olyan típusú vegyületeket, amelyek autoimmun problémákat indítanak el, tehát a lektin típusú anyagok, a mimikrik, ugye hasonlít valami valamire. Tehát ugye szedetik a vasat ezerrel, a delikvenssel, és mikor megnézem a transferinjét, hát már a transferin problémája van. Hát nincs elég transferin, ez a szállító molekula. Minden nap nem eszünk vasat. Na most ez az autoimmun probléma. És akkor a magokat kiveszi az ember,
akkor ugye amúgy is mindenkinek szivárgó bele van, ezt a szivárgó belet jó lenne megbeszélni, csak ez mélyebben kell lemenni. Tehát ahogy Béki tanár úr mondta, Isten nyugosztalja, mert holnap megyek Buda Jenőre egy ilyen kenyeres rendezvénye, és akkor megyek a feleségéhez. Laci bátyám azt mondta, mindig ennek messzebbről kell nekifutni. Tehát ennek messzebbről kéne nekifutni, de higgyék el, hogy mindenkinek szivárgó bele van már. És tehát tulajdonképpen a rossz B-baktériumok által termett toxinok, egyikok, másik a fermentálatlan glutén, a harmadik pedig a glifozát kettős hatásban. A kettős hatás ez azt jelenti, hogy már maga, ha benne van, az már mozgatja a zonulin termelést, és a glifozát beépül a motoros fehérjébe, a miozinba, mondtam ezt a tight junctiont, ezek sima izomkis szálak, amik összehúzzák a bélhámsejtet. Ha oda egy bekerül, akkor a húzó ereje annak a szálnak, az leesik az 1%-ára. És egy kötekben egy van, akkor már csak 50%, nem tudja összehúzni. Na most ezen könnyű segíteni, mert ugye Einstein azt mondta, ugye ő Nobel-díjas volt, hogy őrültség az, ha mindent ugyanúgy csinálunk, ahogy eddig is más eredményt szeretnénk kapni. Na most a nagy számok törvénye alapján, ha megnézzük, és összegzésnek ez szerintem úgy jó lesz, hogy most a hat kisegérrel milyen kísérletet csináltunk, fontos az is, én is megnézem ezeket a cikkeket, de hogy amit látunk ebbe a táplálkozás epidemiológiába, hogy tulajdonképpen 30 évvel vagy 40 évvel ezelőtt kettes típusú cukorbeteg alig volt az országban. És tulajdonképpen ez egy mitokondriális betegség, aminek az a lényege, a sejt elutasítja a cukrot, mert neki a sejtben a mitokondrium nem működik. Tehát Raynaud-szindrómám van, hideg a kezem meg a lábam, nincs energiám, meg stb., pedig zabálom már, bocsánat, így mondom, a szénhidrátot, mert abban van az energia, nem a zsírban van az energia, nem a szénhidrátban. Az a rossz B-baktérium kérik, és azt meg te megeteted, holott te, neked kéne jól lakni. Na most tulajdonképpen ez a kettes típusú cukorbetegség 30 év alatt szépen bekúszott ide. És most mondom, most kezdődik, ugye amit mondtál Zsuzsa, tegnap nekem súgtál, most kezdődik az Alzheimer probléma. Azért, mert ugyanolyan mitokondriális betegség, és ugye amikor én elmondom azt, hogy kinurrenin útvonal sérül, akkor hát nem akarok senkit bántani, de ezt nem tanítják meg, ezt a kinurrenin útvonalat. Én is úgy jöttem rá véletlenül, azért minden kocának a nagyüzemi telepen bőrpellagrája van. Ez niacin probléma. És akkor miért van bőrpellagrája? Az 4D-s betegség, dermatitis, diaré, tehát dermatitis bőrgyulladás, diaré, hasmenés, demencia, azt érti mindenki, DED és a halál. Azért, mert ez, ha kukoricát ettek régen az emberek, főleg Erdélyben, Póalföldön meg Amerikában, kivéve a maják, azok, mert lúgba megfürdették vagy megfőzték a kukoricát, és a kukoricában van egy olyan antianyag, ami akadályozza a triptofániacin átalakulást, és tulajdonképpen nincsen szállító molekulája a Szentgyőri Krebs-féle ciklusnak, de ezt helyre lehet állítani. De erre nincsen tabletta. Mert ha a tabletta olyan, hogy nem engedi a cukrot felszívódni, az egyenes út a vastagbéldaganathoz. Tehát mindenre van megoldás. Ugye az egyik megoldás az bejött, ugye Rózsa Péter. Hát azért, mert ő is úgy tartja az állatot, ugye ő se úgy, ahogy Kassai Lajos szeretné, hogy tartsd az állatot természete szerint, mert neki van igaza. A takarmány, mi a takarmány az állatnak? A természetes élőhelyén, amit ő talál meg, szeret, azt kell neki bevinni az istálóba. Tehát tulajdonképpen én olyan tápot nevezem így, mert azért a mai állatoknál például egy mai csirkének azért van növekedési eréje, és ugye ott ki kell szolgálni, meg én azt szoktam mondani, hogy még 2 percem van. Jó, tehát a csirke az vegetáriánus, vagy nem? Nem. Ugye amikor szakad az eső, ugye kimennek a tyúkok az udvarra. De nem azért, hogy zuhanyozzanak, hanem jönnek ki a giliszták. A sertése vegetáriánus, hozzáteszem, a homo sapiens sem. Tehát itt lehet, hogy valakiben leromboltam valamit, az a teremtés ellen van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdést, ha egyet vagy kettőt.
húzacsira legtöbb problémát, ezt itt körüljártuk. Most borzasztó nagy divat a csíráztatás, hogy mindent is csíráztatni érdemes, és megenni, hogy ezzel mi a helyzet legtöbb. Hát az LMBTQ-s divat most, de valami... Én ki szeretnék belőle maradni. Na, akkor elmondom, jó, hogy kun gyerek, sertést, agrármérnök, takarmányozom neki, fölhív engem, figyelj Karcsi, vettem búzacsirát 14%-ban, csináljál már nekem receptúrát a hízótában. Hát mondom, Jancsi, nem értek vele egyet. Te semmivel nem értesz egyet. Jó, én megcsinálom neked, de hát ugye a kocákat én takarmányozom, a malacokat én takarmányozom, van 4 egészséges lába, nem lesz beteg a malac, mindegy. Később meg ő takarmányozza. 8 hónap múlva fölhív ez a komám, olyan bátor, mert egy nagy darab bátor gyerek, csak azért annyira nem, hogy egyedül elmenjen Kiskun Félegyházára, a Pininek a vágóhídjára, hogy menjél, gyere már el velem, jó, elmegyek. 5000 sertés, ugye 200 az övé, megvárjuk, hogy mikor jut oda. És akkor oda érünk, hogy jön a komámnak a 200 darab sertése. Na most tudni kell azt, hogy egy önetetőn fölnevelt sertés, ha 100 kiló az élősúlya, egy napot megkoplaltatják, az 82 kilóra vágódik, ha ez egy hússertés. Mangalica más. És akkor ugye ezt tudja az ember, hogy körülbelül mennyi a bélnek a súlya. És akkor a béltartalom az ott van egy tálcán, ott meg a félsertés, meg föl van akasztva a nyelvénél fogva, ugye mindegy. És akkor megemelem a belet, mondom, Jancsi, mert 5 kilóval becsapják mindig egy sertésnél. Hát mondom, figyelj ide, ez hatalmas gyulladbelek vannak itt. Olyan vastag a bélnek a fala, tehát az egy durván 1 centi volt, és ilyen 2 hüvelykújnyi vastagságú, végig a vékony bél, bélfordé nyirokcsomó. Tehát ami, olyat én még nem is láttam baktériumtól. Azt mondja, mitől van ez? Hát mondom, mitől? A búzacsirától. Tehát ugye, ha most nézzünk egy sertés tápot, ugye abban mondjuk van 10-12% búza, vagy 15, mindegy, és ugye annak a 3% a csíra, 15-nek a 3% az, mit tudom, 1,5%, nem tudom. De amikor 14%-ba beteszi valaki, és ugye senki nem szereti fényezni a saját hülyeségét, én sem, tehát ez egy emberi tulajdonság, és akkor megint volt 2 év múlva megint valami ilyen dolog, és mondom, Jancsi, nem referáltál a búzacsirával kapcsolatosan, hogy akkor mi lett a bélgyulladása? Ja, hogy elmúlt. Na most, a pásztor az nagyon okos volt. A Óváron végzett az akadémián az intéző úr, és akkor kiment a uradalom, és akkor mondta, hogy na, Jani bátyám, holnap majd azt a buján, vagy azt, hogy ne menjen buján a télbe, az a búza, hogy az árpa táblát csapassa már meg a birkával. És akkor mondta, hogy intéző úr, még ne, azt mondja, majd 2 hét múlva azt mondja, ráérünk akkor is. Mert miért? Azért, mert most ráhajtom, akkor gyakorlatilag elpusztul 3 birka. A teremtés, megint a gondolkozás, ugye, végig küzdi a búza szeme a telet, jön a felmelegedés, mindenki mozgolódik, mindenki éhes, a búza is most már túléltem a telet, elkezdek növekedni, na de ezek a rovarok jönnek, anyukat. Ezek valamit csinálni kell, mit csinál? Akkor a legmagasabb a búza csíra agglutinin fehérje, ami bélgyulladást csinál, meg gyulladást csinál a rovaroknak, meg nekünk is. Tehát én ezt egyáltalán nem javaslom, tehát egy bolond százat csinál, kategória. Régen volt csíra málé, mert lehet azt mondani, de akkor nem volt szivárgó bél. Tehát én egyáltalán nem támogatom ezt. Jó? Tessék? Jó napot kívánok, Szaponyi Vilmos vagyok, és köszönöm a szolgálatát, mint sok videójában ezt említette. Jelenleg nem említette a sejtes immunitást. Igen. Én ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ugye az előző előadásban is elhúztott, bocsánat, hogy nagyon sokkal daganatos megbetegedés. Hogyha a táplálkozásunkat megreformáljuk és az által javasolt étkezési metodikát kezdjük, akkor lehetséges-e visszafordítani ezt a hajót? Na most ugye nagyon jó a kérdés, mert egyszer már azt el akarom mondani erről, hogy
ugye ne egyél vöröst húst, mert daganatot okoz. Hát nagyon hülye vagy már, bocsánat, hogy ezt mondom. Megint ugye messzebbről kéne neki futni, de megpróbálom röviden. Minden ember életében 14 millió alkalommal képződik átíródási hiba. Ez azt jelenti, hogy a biológiában van hiba. Tehát ugye van ötféle purin-pirimidin bázisunk, azok ott vannak a polcon, szaporodnak a sejtek, guanin, citozin, timin, adenin, uracil, megvan a negyedik is, ötödik is. És gyakorlatilag ezeket pakolja oda, mikor írja át. Nincsen timin. Most teszek helyette másikat, a létrafokának ott be kell, a DNS-t, ha magunk előképzeljük. Majd jön a javítóprogram, rendbe teszi. Jön a javítóprogram, azt mondja, hogy van egy hiba, timin kell. Nincs megint. Nem baj, majd az immunrendszer. Mit csinál az immunrendszer? Az immunrendszer fölismeri, hogy ez hiba. Ez egy nem jó sejt. És a makrofág ismeri föl. És nem jó sejt, és a makrofág elindítja benne, a sejtes immunitásnak a katonája ő, elindítja benne az apoptózist, a programozott sejt halált. Mivel indítja el? Az arginínből megképződött nitrogénmonoxiddal. Mi van minden embernek? A teszkós vésli, sorolhatnám a chipseket, a szószokat, a mártásokat, ott van benne a lizin, arginint hiányt csinál. És hiába ismeri föl, nem tudja. Na most a másik dolog, a daganatos sejtnek ugye Warburg effektus, nincs idő elmondani, keressenek rá. Daganatos sejtnek vagy nincs, vagy nem működik a mitokondriuma. Tehát gyakorlatilag ő a cukrot csak a piroszőlősavit tudja lebontani, az nem árválkodhatott, abból megcsinálja a tejsavat, ez a laktát dehidrogenáz enzim, LDH, úgy kell nézni a labor. Akinek magas, aggódjon egy kicsit. Na most következő, a tejsavtól úgy szabadul meg a szervezet, hogy a kori körbe, a májba csinál belőle újra glükózt. Tehát tulajdonképpen a daganatos sejt önmagát finanszírozza, magának csinálja meg a cukrot, kiből az egészséges testi sejteket bontom le. És ráadásul nitrogénmonoxid kell a vazodilatációhoz, és a daganatos sejt rühelli a oxigént. És az oxigén hiányosak a szövetek. Tehát tulajdonképpen a daganat képződése és a daganatos sejt fejlődése mögött mindenhol ott van az arginin hiány, és tulajdonképpen ez az én bánatom, hogy ezt egyedül kezdtem el, mert én azért több száz ezer malacot láttam a lizin alapú takarmányozáson, és nekem mondtak mindenfélét. Csak amikor elmentem a teremtésnek a törvényeig, akkor annyit mondtam, hogy ti hazudtok. És még most is ez folyik, amikor citomegaló vírusra orvos ír föl 2x2 g lizint. Mondom, be ne vegye. Ugye lizint adnak herpeszre. És ugye mi a lényege? Stimulálja az immunrendszert. Azt nem kell stimulálni. Hagyjátok békén az immunrendszert, az tudja a dolgát. A szoftver mindenkiben jó. Azért múlik el a herpesz a lizinre. Ugyanis amikor bevesz valaki mondjuk 2 g lizint egy nap, vagy 1 g lizint, a szabad aminósav a teremtés szerint nem képződik a bélbe. Föl tud szívódni. A felszívódás mennyisége véges, mert kell hozzá ugyanúgy carrier molekula. Na most, a herpesz azért múlik el, mert a herpesznek van egy nagyon speciális tulajdonsága, de csak neki van ez. Nagyon sok arginin abba a genetikai információba. És a lizin olyan arginin hiányt csinál, hogy a szervezetünktől nem tudja elvonni az argininet, és nem tud szaporodni. És mindig elő fog jönni. Egy ló szeme beteg volt, fölhívott a tulaj, és mondja a kislánynak a nova, herpeszes a szeme, ki akarják venni, nem tudják megmenteni a szemét, kiveszik a szemét, de a kislánya a szemével ló, tehát borzasztó, hát a kedvenc állata, vagy nem, tehát óriási a baj. Nekem van egy állatgyógyász, egy gyógyhatású készítményen, mondtam, hogy küldünk neki, és akkor nagy mennyiségben, tripla adagban adja neki, ha rosszabb lesz először, mert az arginin donor tulajdonképpen. Ha rosszabb lesz először, ne aggódjon. Csinálja tovább.
és gyakorlatilag le fogja győzni. Megmaradt a szeme, és sajnos természetgyógyászként én találkozok olyan hölgyekkel, akik emlődaganatosak, és akkor mindig megkérdezem, és herpeszre, volt herpeszre, volt szedetrálizint? Igen. Tehát ezért nem szabad ezeket a húsipari készítmények. Tehát mitől rákeltél egy hús? Attól a lizintől, amivel még finomabban teszed. Aminek hús íze van, umami íze van, attól rákeltő, de nem ami legel az állat Rózsa Péternél, vagy Szomor Dezsőnél, vagy nem azon a takarmányon, amit én is ugye legjobb szándékkal csinálok. Nyilvánvalóan nem bio, mert itt vannak az érdekes történetek, az lenne a legjobb, de szóval ezek a sertést nézve a takarmány és az egészség teljesen összefügg, és most már azt mondom, természetgyógyászként a táplálkozás, hogyan táplálkozol, és az egészséged egyértelmű. És akkor a végszónak annyit, hogy tulajdonképpen, ha kivezetnénk ezeket, vagy hogy az egész országot, vagy itt is elmondom, a másik helyen is elmondtam, hogy vannak olyan önkormányzatok, akik már gondolkodnak abba, hogy akkor csinál magának egy biogazdaságot, és engem kerestek meg, hogy segítsek nekik, segítek természetesen, hogy a bölcsődéstől az idősek otthon meg mindenki azt tegye, mert hát gyakorlatilag ezen az ipari takarmányon, ipari élelmiszeren, hogy ugye ahogy főznek az iskolába, ugye gyakorlatilag hát most nem fogjuk megvenni a marha húst. Ez a Tesco csirke, ez jó lesz nekünk, keressenek rá a zöld izom betegség. Aki filézett csirke mellett van, olyan csirkéből van. Green muscle disease, rá kell keresni, és löki a Google a képeket, hogy hogy néz ki az. Na, köszönöm. Szerintem elég volt, jó?